Hazánkban minden 9/10. Gyermek koraszülöttként látja meg a napvilágot. Koraszülöttnek számít az, aki a 37. terhességi hét előtt jön a világra, illetve súlya nem éri el a 2500 grammot időre születés esetén sem. Erre a sokakat érintő témára és a koraszülöttek, valamint családjaik támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet a Koraszülöttek Nemzetközi Napja. A világnap alkalmából a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház újszülött csecsemő és gyermekosztálya színes programmal kedveskedett volt koraszülöttjeinek és szüleiknek. Nagyon fontos az, hogy hogy történik az ellátásuk, hova kerülnek, és mivel ez 10% az összes újszülött között, ez nagyon gyakori ez a probléma az egész országban, nem csak az egész országban, az egész világon. Ilyenkor tavaly szerveztük meg először a koraszülött világnapot a Covid után. Előtte volt már ilyen kezdeményezésünk, de igazán tavaly sikerült, nagyon jól sikerült, úgyhogy az idén újra megszerveztük. A gyermekosztály ambulanciáján, az aulában táncbemutatóval, népi gyermekjátszóval várták a családokat. A kórházi programok mellett a Városháza és lila díszkivilágításba öltözött, amely Székesfehérvár közösségének összefogását hirdeti, felhívva a figyelmet a koraszülöttekre és családjaikra. Az nagyon fontos, hogy ilyenkor felhívjuk a figyelmet a lila színnel, ami a remény színe a mai napon, a Városháza is lila színbe öltözik, és gondoljunk azokra a pici hősökre, akik sokat küzdenek annak érdekében, szüleikkel, családjaikkal, az egészségügyi szakemberekkel, a fejlesztő pedagógusokkal, hogy aztán egy teljes életet tudjanak élni. Szerencsére egyre jobb körülmények, egyre jobb eszközök, műszerek vannak arra, hogy a kicsik jól fejlődjenek. Ehhez azt gondolom, hogy igyekszünk az állammal, a kórházzal mindent megtenni. Az alpolgármester hozzátette, nagyon hálás, hogy a kórház idén is megszervezte a koraszülöttek világnapjához kapcsolódó programot, és annak is, hogy ilyen kiváló szakemberek dolgoznak az osztályon.